Szép jó estét kívánok minden kedves ide látogató nézőnek, a mikrofonnál Fen 92-t hallhatjátok, és fejemódi végigjátszások Reloaded, ahogyan azt már például a Facebookon is olvashattátok, átadtátok egy mai kiírásban, hogy bizony ez a sorozat visszatér, azok egyébként, akik pedig utólagosan majd a YouTube-on fogják ezt nézni, hát azoknak pedig hát kellemes bármilyen napszakot, hiszen nyilván nem élőben fog megtörténni, és nem így este fogjátok majd megnézni, vagy hát nem feltétlenül. Nos, tehát közel 3-4 év után újra itt van ez a sorozat, ez a szegmens itt a Játékosok Podcast berkein belül, amelyben tehát különféle játékok kerülnek majd általam végigjátszásra. Köztük lesznek kevésbé jó produktumok is, mint a mai alkalommal, például rögtön egy ilyennel találkozhattok. És a későbbiekben pedig majd fokozatosan ugye bővülni fog a lista. Mivel a számozást már ott nagyon eltévesztettem, nem voltam egészen pontosan biztos abban, hogy hol lett ez az egész abba hagyva még 3-4 évvel ezelőtt, amikor még július-augusztus környékén még csináltam azt, hogy utoljára talán a New Super Mario Bros. Volt, amivel belekezdtem, aztán az már nem lett befejezve, meg ha jól tudom, akkor még az Unreal Tournament 2004 volt, azok már nem lettek befejezve. Viszont nyújt fel, hogy nem akarok itt hülyét csinálni magamból, inkább tényleg így, hogy Reloaded néven szépen újra kezdtem akkor gyakorlatilag itt a számozást, és hát a képernyőn látható Arden Offensive lesz az első alany, és így akkor ez az első végjátszás a megújult fejmódi végjátszásokban. Nos, hát ma szerintem ezzel végezni fogunk, és nem is vagyok abban biztos, hogy a 2 órát ki fogjuk tölteni, ugyanis ugye ez hétfő esténként 7-től 9-ig fog majd tartani ez a szegmens normál esetben. Azért mondom, hogy normál esetben, mert például szerintem a mai alany is már lehet, hogy egy másfél óra alatt meg lesz, és ezáltal hát egy kicsit rövidebb lesz a mai videó, de minden inkább nem fogom itt tovább szaporítani a szót és az időt. Kezdjük akkor tehát ezt a játékot, és hát akik ismerik az Airborne Hero-t, bizonyos rossz PC játékos sorozatból annak idejéről, mi is itt foglalkoztunk, Dávid például az, aki már foglalkozott ezzel nyomokban, meg hát azért itt a podcasten belül mindannyian ismerjük ezt a játékot, és hát tudjuk, hogy az Airborne Hero milyen, ezért nagy hírneve van itt, széles a hazában, és az Arden Offensive pedig ennek kvázi a testvérjátéka. Tegnap azért már végig próbálgattam ezt a játékot, és végig is csináltam, és meg kell, hogy mondjam, hogy ez egy kicsit jobban tetszett, mert bizonyos részei egyszerűbbek, mint az Airborne Hero-é. Amire viszont lehet és számítani kell, hogy bizonyos betöltések nem fognak normálisan megtörténni, és ki fog fagyni a játék, és azáltal majd újra kell indítanom az egészet, és akkor pedig majd még hangerőt kell állítani, stb. Tehát lesz ezzel, úgy érzem, szarakodás bőven. Na mindegy, kezdjük akkor a játékot az elejétől. És egyrészt köszöntöm azokat, akik már itt a chaten megjelentek, másrészt pedig nagyon érdekes számomra ez a zene, ugyanis nekem olyan túl vidámnak tűnik ez a kis induló gyakorlatilag. Nem tudom, egy ilyen komolyabb világháborús játéknál azért nem biztos, hogy egy ilyen zenét tudnék elsőre elképzelni. Gyakorlatilag ez olyan, mint hogy egy ilyen Majorett csoport is vonulhatna alatta egy rendezvény bevezető szakaszában például. Kicsit furcsálom a zeneválasztást. Ugye az Asylum Games és a Missionfield.de azok, azoknak köszönhetjük ezt a nagyszerű produktumot. Ja, tehát a második világháború vége felé vagyunk, és az Ardenneki offenzíváról érdemes egyébként egy kicsit utánolvasni a történetnek, hogy hogy is zajlott, mint is zajlott. Úgyhogy azok, akik esetleg így történelemorientáltak, és nagyon szeretik a történelmet, illetve a második világháborút, azok mindenképpen olvassanak utána különféle szakirodalmakban. Most anélkül, hogy itt nagyon belemennék a dolgokba. Egy hatalmas nagy német, tehát nagy utolsó offenzív volt gyakorlatilag Németország részéről 44 végén, és ebbe csöppenünk bele. Hát azért édes anyádat meg lehet toszni, ez egy igen érdekes kezdés volt, hogy rögtön az arcomba szaladt egy náci katona, közben ott jön a partnere,
Na hát, ha hagynák, hogy elmondjam, amit szerettem volna, az az, hogy, hogy látható, rögtön egy havas erdőben kezdünk. Ez, ami az Airborne Hero-ban például nem volt meg, tehát ott nem kezdtünk sohasem, sőt, ha jól tudom, nem is volt abszolút semmi, hogy az más hadszíntéren zajlott, és ott nem is volt ugye ilyen havas táj, havas terület. Természetesen a grafika megszokott, a játékmenet megszokott, bár egy picit talán egyszerűbb, és még úgy is, hogy én a játékot ugye normál fokozaton csinálom. Ez azért furcsa, mert az Airborne Hero azért normál fokozaton sokkal nehezebb volt. Bár mondjuk rögtön egy ilyen elindítani, hogy az arcomba szalad egy náci katona. Aztán kifejezetten örültem. Hát ez természetesen megvan, ez a szokásos hiba, hogy a tank már hiába ért véget méterekkel arrébb. Na, hát ez az... Na, jól van. Hát jól indulunk, mert hogy... Aha, jaj, és köszönöm szépen, azt nézem, de, elcsúszott a felbontás, köszönöm szépen, Dávid egyébként, itt a chaten, hogy jelezted. Ugyanis ugye a főmenünek és a játéknak nem egy a felbontás, és hiába állítom a felbontást ugye a menün belül, az csak a játékra lesz érvényes. Tessék, például most vissza is állt, hogy visszakerültünk a menüben, nem nyomtam rá a yes-re időközben. Úgyhogy akkor... Még ezzel is külön kell szarakodni gyakorlatilag. Most belépek akkor szépen a pályára. Köszönöm szépen, hogy jelezted, rá se jöttem volna. Na, és itt már meg is történt, ha jól látom, ez a kellemetlen helyzet, hogy a játék megállt a loading screennél, vagyis, hát hogy is mondjam, kiírja a loading, ugye most nem látszik az az alsó kis sáv, és... Egyszer nem jelenik meg azt, hogy nyomja meg a space-t, hogy tovább menjünk a játékba. És ez rendszeresen előfordul ebben a játékban. Sajnos. Úgyhogy ilyenkor az a baj, hogy nem tudok más csinálni. Mint hogy az egészet kinyomom. Ugye a saját szememet is kifogom. Megnyitom a játékot újra, és nagyon jó lesz, hogy üvölteni fog gyakorlatilag. Igen, nehogy tovább lehessen a Mission Fail Point D-t nyomni, nem. Ez de jó hallgatni. És azt még hányszor fogjuk ma? Te jó ég. Azon gondolat, hogy jön. Hát... Igen, a játékon belüli hanglevétel az gyakorlatilag ennyit ér, szinte semmi. Persze, ha így nem zavaró, így is folytathatjuk, mert ezt talán meg fogja jegyezni még akkor is, hogyha nekem a játékból ilyen nyakatakért módon kell kilépnem. Mert ugye a Windows hangbeállítás az teljes egészében elfelejti ilyenkor a játék. Na, szépen akkor kezdjük előről, illetve akkor most már be fogom ezt még külön állítani. Á, hát ez üvölt. Na, és akkor ilyenkor van az. De lehet, hogy akkor inkább azt fogjuk csinálni, hogy szépen a menü fog majd akkor kicsit hülyén kinézni. De maga a játék az azért... Íni, és akkor így lesz élvezhető. Most már ez jó. A hangerőn mindenképpen állítunk, mert ez katasztrófa. És tök jó. Igen. Mire beállítottam mindent, ugye, mert nem állítottam meg a játékot, és ennek köszönhetően a náci katona már kinyírt, úgyhogy én nem is láttam, hogy mi történt. Na, akkor itt a kezdeti szarakodás után végre nekiállunk a játéknak. Az milyen hangeffekt volt? Az gyönyörű volt. Így beakadt a náci katonának a lövése.
Igen, ez elég kis pisztoly kell még lőni. Ami tetszik egyébként, ezt jó, hogy beletették pluszba, hogy most nem csak töltényt lehet felszedni az ellenséges egységektől, hanem kis kulacsokat, gyakorlatilag mint a Medal of Honor-ban, ami visszatölti az életerőnket, ennek azért örülök. Ott gratulálok, azok felrobbantották a saját üzemanyag hordóikat, ugyanis ez az első pályának az egyik feladata, hogy van három darab ilyen pont, ahol vannak így elszórva ilyen üzemanyaghordók, üzemanyaggal teli hordók, és ezeket kell a levegőbe repíteni. Megpróbálom minél messzebbről lekapni az elsőkes egységet, de itt azért nem nyírnak ki annyira hamar, könnyen, mint az Airborne Hero-ban, aminek azért örülök. Viszont lesznek olyan hülyeségei ennek a játéknak, hát már tapasztaltatok például ezt, hogy itt ahogy Balázs írta a cseten, hogy végtelen loading van, hát sajnos igen. Így kell felrobbantani a hordót. És egyébként lehet, hogy van összefüggésben azzal, hogy én letálcázom a játékot, de az a baj, hogy például a hangerő miatt már alapvetően le kell tálcáznom. Mert amúgy meg nem fog lehalkulni annyira, hogy az élvezhető legyen. Én meg nem fogok itt most ezért megsüketülni. Így viszont akkor fontosan megkockáztatjuk, hogy legalább egy 15-ször fogjuk majd a játékot valószínűleg újraindítani. HP is van elszóra, mint látható, hogy ilyen életcsomagok. Fajó, jó hangotok van. Micsoda hangulat festő, hogy a főmenü zenéje szól a háttérben. Hát én mindjárt összecsinálom magamat a gyönyörűségtől. Annak is annyi valamíg lő egy ott a háttérben. Ja, egyébként miközben itt ment a szarakodás, a képernyőbejátás végén még azt is láthattátok, hogy hogyan tudtam egy fába beleragadni. Ezt is sikerült például tegnap, amikor kipróbáltam a játékot megcsinálom, hogy sikerült egy fának a lombkoronájára felszaladnom gyakorlatilag. És ilyen hülyeséget egyébként az Airborne Hero-ban is képes voltam megcsinálni. Ugye teljesen vízszintes falra, mint a pók felfutottam. Vannak érdekességei ennek a két játéknak. Ja, egyébként a flakot ennyivel intéztem el, tehát egyen lövéssel sikerült szétrobbantanom az egészet. Köszönöm, Dávid, a keresőt, hogy fejhallgatommal leveszem a hangerőt. Hát igen, azt is lehet, csak úgy meg nem tudom, hogy kicsit olyan zavaró lesz. Meg nem tudom, hogy akkor ugye a saját a hangerőm és a játék hangereje az úgy milyen viszonyban lesz egymással, milyen arányban lesznek egymással. Na nézzük csak azt, hogy a flakot elpusztítottuk. Akkor már csak annyi a dolgunk, hogy én kilövöm ezt a hatalmas ládát, amiből kivesszük a páncéltörőt, azt ráirányítjuk a tankra, abba meghalt valaki. Igen, Balázs, lesz, ugye kérdés az, hogy itt is lesz olyan pálya, mint az Airborne Hero, hogy elsírja az ember magát, olyan nehéz. Az utolsó pálya az bizony azért elég szopatós lesz. Azzal el fogunk egy kis időt szerintem majd szarakodni. Na. Oké, kiírta a space-t, úristen, második pálya. Na, a második pálya az annyiból áll, hogy nekem meg kell keresnem... Na, tessék! Ez is igen, hogy már csöten láttam kérdő, hogy a Star Evil-ös kezdés. Hogy rögtön ide rohan egy náci. Itt a haverja is, tessék, igen. Még szerencsé, hogy ilyen könnyű őket lelőni. Ott már jön az erősítés, de annyival még azt nem el fog bírni. Na, annyi van, hogy most robbanószert kell találnunk, utána azt el kell helyeznünk akkurátusan a híd alá. Eléggé messzire kell mennünk, hogy ne robbanjunk fel a híddal együtt, és utána pedig még el kell pusztítanunk néhány hordót, amiben igazából nem tudom, hogy ott milyen anyag rejlik. Az biztos, hogy valami robbanó anyag. Bár ott lesz megint egy ilyen érdekes helyzet, hogy a hordók hiába vannak teljes egészében egymás mellett, csak egyesével lehet őket felrobbantani. Az, amit például Dávid még emlékszik, hogy tegnap a játék kipróbálása alatt mondtam neki, hogy milyen... Hoppá! Nem tud ide futni hozzám, én viszont szerintem egy
pisztolygolyóval el fogom intézni. Igen. Hát ez talán almas volt. Jó van. Na, hogy... Elkezdtem neki mondani, hogy milyen lenne az, hogy, hogy a PB palackokat hogy tartják egymás mellett, és hát ott mennyire kell arra vigyázni tényleg, hogy nehogy az egyik is berobbanjon, mert ugye az viszi magával az összes többit, hogy ugyanezek, ahol PB gázpalackok egymás mellett lennének tartva, és egyet simán föl lehetne robbantani, mert a többi az nem robbanna be. Tehát ez mekkora hülyeség lenne már így önmagában. Na, lősz. Rettenetesen bénál lőnek egyébként ezek a náci katonák. Én nem tudom, hogy milyen kiképzést kaptak ezek. De ez gyakorlatilag szégyen teljes. Ja, ide kell hozni, meg nem is a másikhoz. Tehát olyan nehézséggel, mint amit az Airborne Hero-ban tapasztalhattunk, itt az Ardennes Offensive-ben csak a legutolsó pályán fogunk majd tapasztalni. Most azt mondom, hogy elég messze vagyunk a robbanástól, mert csak nem fogunk meghalni. De hát tudjuk, hogy a gránát is olyan jó ebben a játékban, vagy hát pontosabban az Airborne Hero-ban, hogy az ember egy dolgot tudott csinálni, igazából a gránától is saját magát elpusztítani. Mert a karácsonyfa díszre emlékeztető gránát az valahonnan visszapattant. Egy hihetetlen röppáját leírva, és gyakorlatilag visszapattant az ember ölébe. Hú, de nagyon lőnek valahonnan. Ott van, mi? De nem tudom, mit lő, mint olyan, mintha fennakadna a lövésük valahol. Úristen, végre megsebzett. De milyen sorozatot lő már, te jó ég? Hát aztán van valahol egy HP, csak no, na, a másik oldalon, természetesen. Azt az anyád minden itt, egy jó isten! Ezek hárman ide jöttek. Hát azért nem mondom, hogy nem kuláztam be ettől egy picit. Hogy állnak ott. És most szerintem én itt állhatnék napestig. Eltelhetne az a két óra, és egyszerűen nem történne valószínűleg semmi. Sőt, itt négyen voltak, várjuk, egy valami, még ez a hátsó itt elbújt a többiek mögött. Lehet, hogy ő titkon arra számított, hogy majd ő lesz a nevető negyedik. Én majd én őt nem veszem észre, és akkor ő aljas módon nagyon lőhet. Hát előbb kell ahhoz felkelni. Hát ez megtörténhessen. Na itt van még valahol ez a rész. Elég kicsik a pályák egyébként, tehát... vagy nem tudom, mint a karakterem mozogna kicsit gyorsabban, tehát... mint az Airborne Hero-ban egy picit lassabban közlekedett volna mi karakterünk. Na itt vannak ezek a hordok, illetve van itt egy... katonai jármű is még, amit szintén fel kell batani. Itt van tehát 6 darab hordó, és... Hát, igazából a halálfejlőm, igazából attól következtetni, hogy ebben valami méreg van. Az biztos, hogy ezek a hordók robbannak. De nagyon érdekesen robbannak, ugyanis egyet, hogy belövök, elkezd égni, jó. A járművet elpusztította, de a többi hordó érintetlen maradt. Égni. És akkor a játék mennyire konzekvens, egy későbbi pályán pedig majd lesz olyan, hogy ugyanezek a típusú hordók egy vagonban lesznek majd elraktározva, és ott ha egyet belelövünk az egyik hordóban, ugyanúgy elkezd égni, de akkor viszont az összes a levegőbe repül. Szóval most akkor így az ember próbálja meg az értelmet megtalálni ebben a játékban. Tehát a saját hülyeségüket sem követték a későbbiekben, ezt szeretném hozzátenni. Ott még van egy náci, ott sétálgat. Nem tudtam lelőni. Töltényből is egy picit több van, ahogy észrevettem, tehát itt azért meg lehet engedni egy mellélövést. Ezért is gondolom azt, hogy ez a játék normál szinten
is egyszerűbb, mint az Airborne Hero könnyű szinten. Hát én felvesztem azt a történet, de itt vagyunk a pálya végén, szóval igazából teljesen fölösleges. Itt meg valószínűleg, hát nem tudom, hogy egy szellem, vagy valamilyen entitás rángatja itt ezt a kilincset, de hogy az ki nem fog nyílni a jó istenes, az biztos. És ezen az ajtón kell bejönnünk. Egyébként, hogy ezen hogy fog bemenni a karakterünk, akit már is mondom, itt a dobozán is szerepel, Cowell-nek hívnak, egészen pontosan. Hát az amerikai Cowell őrjárat közben, vagy megtaláljak társ, hogy... Aha. Jó, hát ennyi. Azt hittem, hogy lesz rajta valami plusz információ. Hoppá, ott egy náci, de azt már nem várjuk meg. Hát ez egy érdekes befejezés volt. Aha, mert akkor fejlően itt is olyan értelmes az AI, hogy megunja a tűzpármét, és ott hogy a francba. Ezt nem tudtam letesztelni, Balázs, egyébként, mert sosem vártam meg, hogy megunja a harcot, hanem rögtön nagyon lőttem. Na, harmadik pálya. Igen, már a harmadik pálya. 7 darab pálya van ebben is, mint az Airborne Hero-ban. Tehát ezt legalább tartották. És itt már a Thomson-t is felveszem. Egyébként, hogy veszek fel Thomson-t egy náci katonától, azt nem tudom, mert hát... ők azért nem Thomson-nal lövöldöztek. Itt van az a nagyon érdekes pálya, mert... egyrészt szabotálni kell a nácik rádióállomását, dokumentumokat kell ellopni, és el kell pusztítanunk a kaja ellátmányukat, és ez nagyon érdekesen van ebben a játékban megoldva. Add csak ide azt a kulacsot. Így mi? Hát 9 HP-t nyertem ezzel is, a kicsit se becsüljük le. Ugye a space-t kell megnyomni, hogy kinyíljon az ajtó, és egy érdekes ajtónyitási technika. Viszontlátásra. Na, hát az ember azt gondolná, ugye bejövünk itt az ebédlő rész, meg a konyha rész, és hát gyakorlatilag így oldották meg, hogy tűzforróvá tegyék a levest, hogy igazából már nem is gőzölök, hanem egyenesen füstöl, és ugye ezekben a kis ibrikekben van kimerve a leves, az asztalokon is látható, hogy azért elég sok leves van. Itt vannak ezek a különféle ládák, egy-két, ahogy én szoktam ugye mondani, pum-bum palack. Ezekre most vigyázni kell, mert egyet ott ki fogok lőni. Aztán itt mindjárt, igen. Na, és érdekes módon itt ezek pedig, ezek a kisebb gázpalackok fölrobbantják egymást. Viszont a környezetüket, ahogy nézem, abszolút nem, tehát teljesen sértetlen maradt minden ebben a nyüves konyhában. Na, hát erre nem fogom pazarolni természetesen a karabélyomnak a töltét, a kis pisztoly elég lesz. Hogy belövök a fazékba, az szédúran, és ez nem tudom, hogy milyen leves, de olyan, mintha, nem tudom én, a saját gyomrok tartalmát, ami most így folyik ráadásul le a falon, nagyon gusztusosan néz ki, mint a takony folyna le a falról. Tehát ez gyakorlatilag a... belehányták volna gyakorlatilag, hogy visszaküldték volna ugye a gyomortartalmukat ebben a hatalmas nagy kondérba. A konyhásnéri pedig ezt melegítette meg. Na most az a helyzet, hogy igazából ez nem volt elég, hanem az összes ibriket szét kell lőnünk, ami szintén ilyen fantasztikus lőttyöt tartalmaz, vagy csak nem tudom, kelkáposzta főzeléket esznek ezek a náci tisztek és sorkatonák. És hát egy fizikai csoda következik most, ugyanis a ládákban is leves van, de nem úgy, ahogy mondjuk ez normálisan ténylegesen el lehetne tárolni, hanem a lehető leghülyébb módon, tehát faládába a folyékony levest így egybe beletették. Hogyha ezt hogyan csinálták meg, hát nem tudom, ez biztos, hogy valami német dolog lehet ez, mi nem értünk. De az biztos, hogy ezeket is el kell pusztítani. Akkor ugye itt ezen a párkányon is van még néhány ilyen tál, ezt is szét kell lőni. És még ezeket is, amik itt vannak az asztalokon. Mindet egyesével. És akkor látható, mondjuk most már megadta, tehát... nem baj, én azért szépen az összeset... megcsinálom, nehogy az legyen, hogy még itt a játék majd elkezd kekeckedni. Hogy 3 ibriket ott hagytál.
ezt a hangot halljuk, akkor ugye az az ajtó nem nyílik, ezt így oldották meg. Na jól van, akkor a kajával végeztünk. Ebéd után jöhet egy kis játék. Annak annyi. Hát itt... Valószínűleg nem Goethe felolvasásokat tartottak ebben a kis teremben. Bár amennyi szék van, tehát amennyi érdeklődő van rá. Ezeket a látákat egyébként ki lehet lőni, ezekben gránát van, de hát... Azt hiszem, hogy nem kell túlzottan magyarázkodnom, hogy így az Airborne Hero után a gránátokkal milyen viszonyt ápolok. Ebben a idézőjelben játéksorozatban. Érdekes mondom, hogy csak ennyit tudtam csinálni, akkor arra le is zárult az egész. Na nézzük, csak akkor merre tudunk tovább menni. Aha, erre nem. Onnan jöttünk, tehát akkor az ugye megint kiesik. Ja, itt a felolvasóterem. Várjunk csak, ott egy ajtó. És erre kell tovább jönni. Na itt akkor már vigyázunk, mert lehet, hogy ellenállásba fogunk ütközni. Nem. Kövessük a kijelölt irányt, vagyis a fűtéscsövet. Ott egy náci. Hoppá, és igen, ez amikor az ember nem tölt újra. Na igen, mondjuk ez egy nagyon érdekes játék ebből a szempontból, hogy ha nem lát téged az ellenfél, akkor ugye képes megállni a futásban, de ténylegesen megáll az animáció is, és akkor ilyen félig futó, félig álló helyzetben van a katona. Csak akkor kezd, ez nagyon arcátlan volt itt, ez egy nagyon szeméthúzás volt. Tehát csak akkor kezd el téged üldözni, hogyha ténylegesen lát. Úgyhogy azt mondom, hogy hatalmas csodáknak lehetünk itt szem és fültanúi. Ha már az Airborne Hero nem lett volna elég rosszat, akkor tessék, hogy kaptunk még egy ilyen csodás játékot. Azt tudja, hogy itt is lesz majd valahol még egy. Azt egyelőre itt hagyom, mert az még majd jól jöhet. Waffen, igen. Na. Ez a nagy ellenállás. Hát ez a mosdókba is belül. Jaj, tényleg, igen. Na, ez jó, hogy a játék most itt, ennek a pontjára jutottunk a játéknak. Ugyanis, hát van itt egy apró érdekesség, nem ebben a mosdóban, hanem a másikban, ez valószínűleg az a női volt. Már nincs kiírva. Itt egy másik mosdó. Azért előtte, ha itt van valaki, akkor azt kilövöm, hogy ne idegesítsem. Hát eddig egy típusú náci katonát láthattunk a játékban. Na itt van még egy, de ő az egyetlen, aki így néz ki. Anélkül, hogy bármit mást mondanék, és ezzel előném a poént, hát lássátok, hogy mutat ez az illető. Igen. Alsógatyában van. Valószínűleg, hát éppen a dolgát végezte. Viszont rettenesen pofásan néz ki, hogy itt van egy náci katona, aki hát be van a kis mellényi vagy kabátjába öltözve, meg rajta van a bakancs, csak közben a hófehér alsóneműjét mutogatja ott. Megvannak a dokumentumok, és ez már itt az utolsó rész lesz. Hop, 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 azért... Na, nem kéne meghalni. Az évjességet ne csináljunk most. Ja, igen, itt ennyi, hogy ide kell állnom a rádió mellé, mert itt van a nagy rádióállomásuk. Kész szabotáltuk is, ennyi volt a nagy szabotálás. És igazából nekünk már csak annyi a dolgunk, hogy elhagyjuk ezt a területet. Én szóval lehető legjobb a rés elleni. Hát ezért, mert sejtettem, hogy megint megpróbál a játék rafinált lenni. Hú, ide nem fog betenni valakit? Nem. Jó, oké. Kész. Na, megvan a harmadik pálya is. És
És megint ezt a vidám zenét hallhatjuk. Megint jön a Majorett. Na, jöhet a negyedik pálya. Itt már rögtön az elején figyelni kell, hogy továbbhaladunk ugye a bunkerban. Na ez lesz az a vonatos pálya, amit mondtam, hogy itt a vagomba el lesznek majd szórva a robbanó hordók. Itt elég nagy ellenállásba ütközünk rögtön az elején, de igazából nem olyan nehéz, mert ugye egy ilyen folyosón állnak. Sok helyre nem is tudnak elfutni, elmenekülni. Itt annyi van, majd itt figyelni kell, mert ezen az oldalon is lesznek. Hát, nekem is, ha ki lehetne lőni, az jó lenne. Oké. Na, tudnak-e ketten osztozni egy golyón? Hát, szerintem ebben a játékban ez nem oldható meg. Igen, a célzással is az akadnak gond... Hát, ezt sikerült bellélőnöm mind a kettőt. Mentségemre legyen mondva, hogy rettenetesen szar az irányítása a játéknak. Hova szalad? Ó, hogy itt már ketten várnak rám. Igen, ezzel nem tudok átlőni. Lejjebb meg nem tudom tartani a fegyvert egyébként, ez is egy nagyon érdekes dolog, hogy hiába próbálnék még lefele lőni, lejjebb lőni, egyszerűen nem lehet. Na most az lesz a gond, hogy... itt engem most várni fognak, lejöttünk ide, ahol az imént voltunk, és az a baj, hogy... én nekem azt nem biztos, hogy most kéne fölvennem, de azon, hogy nincs más választásom. Na, ettől féltem. Ajaj. Ugyanis ez a náci katona, ez addig fog lőni, amíg haj van a fején. És ha most engem agyon lő, és hiába meghalok, akkor sem fogja abba hagyni egyébként a lövöldözést. Hát ezt csak így lehet megoldani. Most jó, mert legalább egy kulacsot kaptam. Köszönöm szépen, játék. Na és akkor megmutatom, hogy miről beszéltem. Tehát belövök egy hordóba. És érdemes ezt megnézni, nekem is, hogyha sikerül eltalálni végre. Na, oké, elkezdett égni. És kapunk egy tűzjátékot. Az összes többi hordó mellette fölrobbant. Ez az előző pályán ez nem így volt. Köszönjük szépen, Arden Offensive, hogy tartod magad a hagyományaidhoz. Oké. Ennek az ajtónak a kiítása szükséges volt, hogy azt a részt ott szétlőjem. Kérem szépen a medpacket. Szükségem lesz. Ott volt egy kulacs, de hát ezt csak 9-et töltve. A medpack is elég sokat tölt, ilyen 55 egységet tölt vissza, az elég sok. Aha, igen. A másodlagos feladatok között, hogy itt volt már ez a rakományt, itt el kellett pusztítanom a vonaton, ez most már megvan. Ugyanúgy most megint robbanószert kell találni, és utána pedig az üzemanyagos hordókhoz kell nekem ezt a talált robbanószert erősítenem. Hogy utána mehessünk le, hát igazából a nagy kedvencemhez, a nagy kedvenc pályámra a... honnan ölősz? A innen mögülem, hát... hogy elbújtál a sarokban. Húha, itt is... még kísértett házban vagyok, itt is mozog az összes kilincs. Ezt komolyan nem vettem észre, ezt a katonát itt. De jól elbújt itt a... sötétben. Na szóval végeztünk, és akkor mehetünk le a szennyvíz csatornával, és fú, jó, de jó lesz az a pálya ott a patkányokkal, és a... hoppá, megint kifejezett áram, úgyni. A patkányokkal és az aknákkal kifejezetten jó lesz. Már alig várom. Itt a robbanószer. Nem ezekhez a hordókhoz kell, vagy ezek a kannák nem is hordók, bocsánat. De nem ide kell rakni a robbanószert rögtön. De hát ugye ismerjön a játékot, ezek a robbanó, vagy ezek a üzemanyagos hordók se lesznek túl messze.
Oké, okay, az megvan. Ennyi? Nincs több katona? Úgy emlékeztem, hogy... Opa! A salgópolcban ilyen jó be... Sőt, át is lehet szaladni a salgópolcon. Ezen meg nem. Az asztalon? Az asztalon sem lehet. A létrán? Hát inkább az úgy, hogy bele lehet akadni, úgyhogy ezt inkább nem fogom itt... megkizsérni többet. Opa, ott egy katona viszont. Így kell mellé lőni. Lassan jöhetne a pálya vége, mert kezd kifogyni a történet, de mondjuk itt van még nekem a tomzolomat, akkor miért nem ezt használom? Ugye rászoktam a karabélyra. Ez is érdekes volt, hogy itt a... Jó, mert nyilván testre lőttem ennél a... az elől lévőnél. A hátsót meg lelőttem, két golyóval megoldottam. Na, ezek nem robbannak? Érdekes, hogy a korábbi teremben ezeknek robbanniuk kellene. Ki kéne gyulladniuk és föl kéne robbanniuk. Oda nem lehet bemenni. Na, ide kell jönnünk, igen. Nem is kell semmit sem, csak oda kellett mennem közel ezekhez a hordókhoz. Most szépen hátra jövök. Ez egy mortír effekt. Hátulról megpróbált, hogy betett ide még egy egységet. Megzavarjom. És végeztünk ezzel a pályával is. Na hát, ha jól számolok, akkor már csak három pálya van vissza. A csatornás, a városos és a bunkeres. Vagy nem is bunker az igazából, hanem ugye ilyen támaszpont. Amit majd a végén meg kell védenünk. Ah, és ma hallom a patkányokat. Oh, de jó. Ezek a normál barna patkányok még nem problémásak, de ezeket nem is fogunk sokat találkozni. Itt van az a... Mire mondták annak idején Rocker Rallyék, hogy mert ugye ők játszottak annak idején ezzel a játékkal egy kicsit Freddyvel. Erre a pályára mondták azt, hogy egy ilyen barna celofánt, végtelen barna celofánt húznának az arcunk előtt. És annál a legjobb, hogyha majd sikerülne azt a német katonát kilőni, de hát... Na, azt hiszem, nem szándékozik elpusztulni. Tehát a végtelen fóliát, vagy a végtelen celofánt húzzák előttünk. Itt pedig elméletileg át tudunk menni. Itt kötelező jelleggel át kéne mennem. Hülye vagy játék? Engedj már át. Hát ez nagyon jó, hát itt át kéne férnem. Hát az a baj, hogy nekem itt kéne átjönnöm, és most miért nem engedi a játék, hogy itt átjöjjek? Hát ez pazar. Hát nagyszerű tényleg. Nem csak mi történik, hogy egy gránátot eldobok. Semmi! A Szegyvíz csatornában nem történik semmi, ha eldobom a gránátot? Az jó. Basszus, lövöm a patkányt és nem történik semmi. Hát ez pompázatos. Inkább, hogy itt nem lehet kijönni, erre nem lehet eljönni. Hát...
Csak ugye azért szar, mert akkor most nekem ki kell lépnem, és akkor úgy be kell töltenem újra a pályát. Ergo én megkockáztatom azt, hogy nem fog betölteni rendesen, mert nem akartam elkiabálni, de eddig hála az égnek nem történt meg. Hát ennek meg külön örülni fogok. De az a baj, hogy néz ki, hogy most nem tudok mit csinálni. Itt a játék úgy döntött, hogy akkor most ki fog toszni velem. Nem, egyszerűen nem enged. De most átenged! Most átenged! Mit csináltam másként? Szerintem semmit. Ott van még, igen. Jó, emlékeztem, hogy itt még van egy harmadik. Hát akkor megint erőszakos önösségetek, akkor azt előbb-utóbb beadja. Add már be, hogy átmehessek, hát... Az én szar, mert... Amikor tegnap csak végigjátszottam úgy külön a játékot, akkor ezt nem csinálta. És én itt simán át tudtam jönni. Nem tudom, hogy mi akar most ez itt lenni. Még jó, hogy az utolsó ilyen, ha jól emlékszem, hogy itt át kéne valahogy jönnöm. Akkor is át fogom fúrni magamat valahogy, mert ez haj, mert ez tő nagy hülyeség. Aknákkal még nem kell foglalkozunk, mert azok nem a vízben lesznek, legalább hála az égnek az. Hát nem tudok mit csinálni most komolyan. Nem, így átférek egy oldalra hajolva, vagy valami, de semmi, nem tudok bejönni. Egy oldalasan esetleg valahogy. Oké, úgy látszik, hogy a játék időnként maga írja a saját szabályait. Neked pedig felmutatja azt a bizonyos középső ujjat. Hát, ez így szar. Kérdezem a csetet, hogy ilyen disznósághoz egyszerűen mit szóltok, hogy ezt csinálja a játék. Na, majd megint mindjárt úgy dönt, hogy átenged. Bíztam benne pedig, amikor az első végre átengedett, hogy nem fog ez még egyszer előfordulni, de úgy látszik, most szeret szarakodni. De engedj már át! Hát mit nem tudsz átengedni ott? Hát nekem ott át kéne mennem. Hát mit gondolsz, játék, hogy hogyan fogom én ezt megcsinálni? Hát de nehogy már egy ilyenen kell szarakodnunk. Emberek! Nagyon boldog vagyok. Ja, mert hogy ennyi az ugrás, hogy... Várjunk csak esetleg, még azt nem tudom, hogy... Igen, ugye felugrani nem lehet sehova, tehát akkor nem tud ugrani a karakterünk. Aha, most olyan sikeresen a szélére gyakorlatilag, a platform szélére sikerült felugrani, de hát hogy innen meg nem fog tudni egyenúgy átférni. Hát ez egy hibám ránt, hogy én ott át fog tudni menni. Alul nem tudtam átmenni, akkor ott hogy tudok majd átjönni? Sehogy. Jó, akkor... most jön az, és egy kicsit hülyén fog így majd kinézni. De akkor menü. És most sajnálom, igen, így fog kinézni, mert akkor a játékhoz alkalmazkodom. A játékképernyőhöz is nem fog itt állítgatni össze-vissza minden szart. Igen, ez lesz majd a vége a
Az utolsó két példa, akkor a The Drains-be menjünk. És akkor lássuk újra. Talán most jobb lesz. Hát, hogy ezt a patkány nem lehet kilőni, csak olyan egyszerűen. Oké. Hát, ha megint elkezdi nekem ezt a szart játszani, akkor sírva fog fakadni. És megint, hát... Na. De akkor meg tegnap miért tudtam olyan könnyen ezen átjönni? Simán csak át kell bújni. És ezt a patkányt meg miért nem lehet például kilőni? Na végre, hát ez... Legalább ennyi. Hát már pedig én erre ki fog valamit találni, hát ez nonsens hülyeség. Hát akkor az a baj, azt kell, hogy mondjam, hogy a francnak töltöttem én újra, és csak visszább kerültem így, hogy újra töltöttem a pályát. Hát ez nem valami jó. Nem lehet, hogy esetleg közük van itt a... Hát ebben nem is volt gránát, csak ebben van egy gránát. Hát ez hülyeség. Ez lesz a halhatatlan patkány, jó van. Na ne szórakozzunk. Azt, hogy nyomok a kontroll mellé, az alap guggolás mellé egy C-t, és így enged át. Hát beszarok, most meg át tudok menni. Ilyet? Hát azért jó, hogy egyértelmű vagy játék, de tényleg. És most már így fog közlekedni? Na végre azért csak felállt. Hát ezt jól lett volna tudni. Egyébként nem szartam volna el ennyi időt erre. Ja, és hát igen, igazából a patkányok azért rosszak itt, mert hogy ők egyébként sebeznek. De nem is ezek a veszélyes patkányok, hanem majd mindjárt látni fogjátok. Ott van, mi? Ez a piros színű. Vérpatkány. Ez meg egy náci volt. De hála az égnek, itt már nem húzzák előttünk a barna celofánt. Egy érdekes játékhiba ott. Na és akkor innentől kezdve nekünk, most már van plusz dolgunk. Ugyanis... Ugyan már lehetett látni, csak házt még előtt agyolőjük. Annyi a dolgunk, hogy ezekhez az aknákhoz közel kell jönni, a taposó aknákhoz. Végig megy ez a csík. És amint ez megvan, ugye akkor egy aknával kevesebb van. Igen ám, de ott már lehetett látni, hogy a játéknak itt mi a kedvenc időtöltése. És hogy hogyan akarja, hát baszogatni az embert. Hogy egy egeret odaállít, egy ilyen patkányt odaállít a... az akna mellé, és a patkány ott fog járkálni körülötte. Most az a baj, hogy ugye nem nagyon tudok közel menni az aknához, mert ugye akkor a patkány elkezd sebezni, valahogy meg kell pedig oldanom. De ugye a patkányra nem tudok ráülni, mert akkor meg az aknát fogom élesíteni, és akkor fölrobbanunk a francba. Úgyhogy ezt max tényleg így lehet megcsinálni, hogy bevállalok egy kis sebzést, és akkor... Ez lesz az eredménye. Nem baj, ott azt a medpacket meghagyom. Meg tudom, mert nem hiszem, hogy ki... Hát, ezt nem fogom tudni kikerülni. Igen.
Gyere vissza, patkány. Nehogy ott koslass megint a izénél, mert agyonruglak, az biztos. Elszedtek benne jusson az akna közelébe menni. Oké, erre már nincsen. Ó, és egyre nagyobb a csönd, hogy egyrészt a folyamat se hallom. Másrészt egyre kevesebb patkány van. Itt lehet, hogy viszont lesz majd. Van egy olyan rész, ahol a sötétben van a... az akna, amik az azért látszik, viszont a patkány mellette nem látszódik. Oké. Ott van Neil, amiről beszéltem. És ott látszik is, hogy ott sétálgat körülötte. Hát most ezért be fogom vállalni, leszarom. Húzzám a kurva anyádba el innen. Ott volt, rohadna meg. Na, itt van még egy. Ugye összesen 9 ilyen aknát kell hatástalanítani, és igazából ennyi ez a pálya, utána már csak meg kell találni a kijáratot, de pont igyekszem úgy dolgozni, hogy nem hagyok ki egy aknát se, és akkor az utolsó az már pont ott a kijáratnál lesz. És akkor vége ennek a pályának is, és akkor jött az utolsó kettő pálya. Akkor már csak itt kell megcsinálnom, hogy hol van a következő akna. Itt bizony. Patkány messziről inkább kilövöm, nehogy nekem ide jöjjön, mert rosszul is leszek. Na. Na. Oké, hát nem mutatta a számláló, de ezzel együtt is megvolt, nem baj. Hoppá, ott viszont... Ja Istenem, egy náci. Az utolsó patkány volt, igen. Na. Milyen csönd lett a játékban. Így mi? Ennyi. És készen vagyunk ezzel a pályával is. Úgyhogy... már csak... kettő darab pálya maradt hátra, és akkor megyünk a városba, ahol lesz egy... igen, érdekes és egyben igen, hát hogy mondjam, szánalmas bug, amivel majd találkozni fogtok, ti is. Én ezt már sajnos tegnap meg kellett, hogy tapasztaljam. Ajjaj. Hát, ettől féltem. Hogy nem ússzuk meg így. Aj, édes Istenem. Na ezért rossz, amikor az ember ilyen játékkal foglalkozik, mert hát látható, hogy ez mennyire, de mennyire bugos, és tök jó, hogy már engem lőnek, most ezt meg fogom várni, hogy a loading screen alatt képes-e megölni a játék. Hát... jó van. Nem tud megölni a játék, ugye szóval ennyitől már rég meg kellett volna halnom. Úgyhogy, hát akkor ezt most újra nyomjuk. És oda teszem, hogy még csak egy óránál tartunk, tehát még egy óráig szenvedhetnék ezzel a játékkal, ha szeretnék. Na, akkor most megint gyere üvölcs a fülembe. Azaz. Főleg ez, Mission Field D, azaz.
De már eleve menekülök ettől a szartól. Közben Balázs, ilyen hülye kérdéseket ne tegyél fel a chaten, hogy szeretnék-e még szenvedni, természetesen nem szeretnénk. Na végre betöltött, na. Hát ki is kerültünk akkor innen a csatornában, nagyon esztétikusan néz ki ez a rész, onnan kijöttem. Hát na, ő volt ez a német katona, aki egy a töltőképernyő alatt, ugye hallottuk, hogy lő rám. Van egy az erkélyen is, húha. Ez már-már ilyen Medal of Honor-i magasságokba tör. Na, először is nekünk három darab dokumentumot meg kell találni. Egyébként, hogyha nem tűnt volna föl ott az iránytűnél a jobb felső sarokban, mindig mutatja a nyíl, hogy merre kell tovább menni, azaz hol van a következő feladat, vagy feladat rész. Az igen, korcsolyázó náci lovag. Hoppá. Hol is van a második? Itt lesz bent, igen, itt van a második, itt az elkerített résznél. És ezen a pályán olyat fogtok tapasztalni egyébként, ami egy hajmeresztő. Nem most fog megtörténni, aznak is ilyen rohama van, ha jól láttam. Még szerintem itt lesz egy, azt megpróbálom még... Ó, itt vannak egy páran azért, jó. Azt mondom, őket is azok jövő. Ide is jönnöm kell sajnos majd. Mondom, hogy a tank miatt nem tudom, akkor lehet inkább ezt a doksit szedem fel előbb. Na várjunk csak, és még hol van a harmadik? Azt hiszem a tank mögött valahol. Van még? Itt a doksi van csak. Jó, akkor nincs több német. Majd most már lesz. Felvettem, mert majd lefog... Ugyanis a játék itt majd leszpónol néhányat. És itt még nem látszódott. Legalábbis nagyon remélem, hogy fog látszódni. Direkt nem akarom lelőni a poént. De hogyha most a játék direkt nem akarja majd múrikálni magát, akkor kénytelen vagyok. Elmondani, hogy mit látunk. Ő figyel minket, árgus szemekkel. Egy felvetem azt a doksit, hogy rögtön megjelenik egy katona. Itt egy másik, azaz. Hát azért ezt lehet, ezt a HP csomagot felveszem. Na most ezt oda kell adnom egy kémnek, ott vissza kell mennünk a kiindulási ponthoz. Ott el fog szaladni egy kém, akinek ezt oda kell adnunk. És hogyha ez megtörténik, akkor már csak ugye el kell hagynunk a várost, és jött az utolsó pálya. Na, itt talán szemléltetni tudom, hogy miről van szó. Egyrészt, hogy milyen érdekes volt. Nem, itt se tudom. A fene. Akkor talán itt. Nem már! A franc egye meg! Ugyanis tegnap azt csinálta a játék, amikor egy a főpróbán játszottam végig, hogy ott jön egyébként, akinek oda kell adni a doksikat. Ő nem náci katona, tehát, vagy hát, azt mondja, hogy kém. Parancsolj, azaz, és most már csak annyi a dolog, hogy elhagyjuk a várost. Tehát annyi történt, hogy a játék képes volt négyszer eljátszani azt, hogy két katonát egy és ugyanazon pontra spónolta le. Ezáltal nem tudtak megmozdulni, és amikor egyet kilőttem, akkor értelemszerűen akkor már csak láthatóvá a másik. Viszont olyan érdekesen nézett ki, ahogy ugye egymásba borultak, és amikor az egyik eldőlt, akkor még ugye a másik állt, és utána a másikat is ugyanúgy belelőttem a bajtársának a testébe, tehát így, hogy elhullik. Most nem csinálta meg ezt, és ezt nagyon bánom, mert ezt jól lett volna reprodukálni. Talán ez tök jól nézett ki. Nem, akkor ezt nem fogjuk tudni reprodukálni most már. Most jól spónolta le sajnos őket.
Na, mindenkit megkötünk. Na, itt a vége egyébként. Igen, ennyi volt ez is. És jelentem aláson, hogy egy óránál tartunk továbbra is, mert ez 3 perc volt ez a pálya, és jön az utolsó pálya, ami már, ahogy korábban ezt említettem, némi ügyességet fog azért igényelni. De ez sem megcsinálhatatlan, és akkor gyakorlatilag mára végeztünk is, és akkor ez egy ilyen kifejezetten rövid első rész volt. Így visszatérésnek. Ez a gránát, ez mindenképpen kelleni fog nekem. Na, azt mondja, hogy ez a kis bázison vagyunk. Az azt mondja, 2 kilőttem. Akkor vigyázni kell, mert az Airborne Hero után szabadon őrtornyok, és azok ugye nagyon veszélyesek. Az őrtornyokat természetesen úgy kell hatástalanítani, ahogy az Airborne Hero-ban. Tehát, hogy alulra kell dobni a gránátot, és... úgy fogom tudni kivégezni a fönt található nácikat. Még azért van még egy pár katona, akikre oda kell figyelnem sajnos. Igen, még ő. Nem szabad, hogy a az őrtornyokban észrevegyenek. Még az gyorsan kijöttem. Na most, hát ő sajnos észrevett, ez viszont nekem nem lesz jó. Basszus kulcs. Áj, észrevett, igen. Na, erre kell figyelni. Persze, hogy újra játszom. Hogy a viharban-e? Na. Van időnként normálisan is lőni, nem csak így elkapkodni a dolgot. Hát ezek nagyon fognak engem lőni. Tavris ilyen hülyén. Célzok, lövök. Na, oké, jó. Az csak jó lenne ott fölvenni, azt nem hiszem, hogy föl fogom tudni, mert... Igen. Áj, el fog tűnni a dél, mert odaérek. Nem tűnt el, jó? Azon, ezt elrontottam most, mert... Igen, nekem ide kéne jönnöm. Akkor ő gyorsan kilőni. Azt mondja, hogy hát egy esélyem van. Alá kell dobnom a gránátot, nincs mese. Gyorsan futás. És meghalt, jó, oké, mert eltűnt az őrtoronyból. Hopp. Öreg hiba, amikor a katona elfelt újra tölteni. Itt a harc hevében. És észrevett a... Áj, nem hiszem el. Túl sokat szarakodtam. Most át kell szaladnom ott a másik oldalra. És ott lesz egy Panzerfaust is, amit szintén fel kell vennem. Mert, hát ez mi nem lenne elég egyébként, mert ez alapvetően nagy kihívásokat rejt ez a pálya. Eddig sem volt olyan nagyon könnyű. Hát majd még azután milyen jó lesz. Tapasztalni fogjátok. Hát ezt a... Ezt már nem fogom tudni megcsinálni, azt garantálom. Úgy van, még az is rám robban. Igen, ezt nagyon elrontottam. Nem kéne így kapkodnom. Igen, tudtam, hogy ez pár próbálkozást igényelni fog. Megpróbálom, ha nem is hibátlanra, de közel hibátlanra megcsinálni. Igen. Hát tudtam, hogy ebbe egyszer belefutok, nem baj, le van szarva. Jó. Meghalt. Most nekem van a 2 gránátra szükségem lesz, de úgy akarom, hogy ne vegyen észre az őrtoronyból.
Másik generáció. Lehet, hogy azért vett egyébként észre, mert nagyban lövöldöztem, és... azért lebuktam. Na most valahogy őt kéne kirobbantanom. Az nem lesz jó! Nem volt jó. Hát, akkor ennek itt vége. Habár, várjunk csak. Nincs még ennek vége. Is meghalt, az is meghalt. Na, azt kell valahogy elérnem, hogy... Ne! De hogy tudtál a ládán keresztül lelőni? Ugyanis ebben a ládában van benne a Panzerfaust, amire szüksége van, mert utána be fog gyorsan törni a tank. És olyan kár ért egyébként, mert olyan könnyű volt, és olyan gyorsan végig lehetett menni ezen a játékon eddig. És az utolsó pályára ami hihetetlen nagyot csavar az erősségen. Jó, meghalt, azaz. Az nem talált? De talált, jó. Akkor lehet, hogy most picit ravaszabb lesz. Nem, csak oda fogom dobni megint. Ha ravaszkodjon a szar az. Csak menjen oda rendesen. Megvan? Hát nincs meg, ennyi nem halt meg, hát nem hiszem el. Itt kell... Ez egy mesterlövészem, itt kell szarakodnom. Most kell gyorsan fölvennem azt a szart. Mert ha szerencsém van, akkor az érkező tankkal együtt én az egy mesterlövészt el tudom majd intézni. Így már lehet is hallani a tankot. Ezt ki tudom lőni ezeket a szarokat? Na, hogy ezen múljon a dolog, mert rosszul is leszek, az biztos. Ott van már. Ott, ott bizony. Azaz! De hát még ott van az a mesterlövész, annak nem örülök. Ja, de már kezdi! Jó, jó, oké, már jönnek a vadászgépek. Ez az utolsó rész egyébként, hogy vadászgépek jönnek. Ez mi volt? Úgy robbant fel a vadászgép, hogy beleselődtem? Az jó. A varjút nem bántom. Tök egyébként, hogy a Thompsonnal csak úgy simán szétlövök pár lövéssel egy vadászgépet. De ezt kell csinálnom, és tulajdonképpen mennyien jön a befejezés. Azért ebben a sarokban, mert ezt itt elég könnyen be lehet védeni, tehát nem kell attól félnem, hogy agyon lőnek. Ez kicsit arra a részre emlékezett, miután ugye a reptéren kitakarítottunk az Airborne Hero-ban, és utána egy ilyen flagba be kell lőni, és akkor lőni kell a vadászgépeket. Na, az volt egy ilyen rész, csak az ugye akkor a játék közepén volt. És ennyi, kész itt a befejezés. Ennyi, nem kellett többet kilőnöm. Végeztünk a játékkal, kérem. 1 óra 8 perc, és 1 óra 9 perc kellett hozzá. Mínusz az én dumálgatásom, plusz az újraindítások, stb. És kicsit zavar ez a Mission Successful, és akkor utána alatta ugyanúgy, mint az Airborne Hero-nál, to be continued. Nem tudok harmadik ehhez hasonló játékról, persze lehet, hogy csak az én ismereteim hiányosak, és van még egy pár olyan játék. És a
jól megérdemelt befejezést láthatjuk időközben. Szintén az archív felvételek, itt az elején is, bár most már legalább a főmenü zenét hallhatjuk, és nem azt a vidám mazsorett indulót, mint a bevezetéskor. Hát, nem túl szép felvételek, de hát, mint ahogy igazából ez a háború sem volt valami nagyon szép. Úgyhogy a tankok, ágyuk. Ott vitték a fát a tankkal, az erdőkben elbújva. De ott meg pukkant valami. Hát itt aztán lőttek gyakorlatilag mindenre, ami mozgott. Az nem tudom mi volt, ott valami füstölgő dolog a tank mögé berepült. Remélem, hogy már csak a töltényhüvely volt az, és nem valami más füstölgő dolog hullott oda, mert akkor az egy kellemetlen rész. Új, és itt a nagy hóviharban a szöges drótot. Nem is figyeltem, hogy ott bontották éppen le, vagy építették. Igen, az Ardennekben azért igen cudar lehetett ez a téli háború. Méteres hó volt mindenhol. Na, hát akkor még annyit gyorsan megcsinálok, hogy itt azért a végére, hogy ne nézzen ki ilyen nagyon hülyén, most azért a menüt is kihúzom, így, és akkor azzal a hülye képernyővel búcsúzzak már. De hát sajnos ezt így tudtam megoldani. Lényeg az, hogy én kifejezetten élveztem az Arden offenzívet, attól függetlenül egyébként, hogy tudom, hogy ez egy igen-igen kellemetlen játék és kellemetlen produktum. És látható volt, hogy igazából mindent igyekezett elkövetni annak érdekében, hogy ne tudjak vele normálisan játszani. Itt ugye a különféle az OBS-en belül, ugye itt a képernyő felbontásokat kellett itt vacakolnom, kihúzgálnom, meg visszatolnom, meg stb. Akkor ezek az örök töltőképernyők sem könnyítették meg a dolgomat. Úgyhogy igazából ennyi lett volna az Arden Offensive. Meg kell, hogy mondjam, hogy azért nem egy nagy durranás. Mint látható, hogy egy óra alatt a játék kényelmesen végigcsinálható. Most itt eltekintek ettől az ötödik pályán, ugye a csatornában ettett el a hülyeségtől, most ott hogyan tudtam átkelni, hogyan nem tudtam. Ott az egy kis időt azért elvitt, hogyha azt levonom meg a saját beszédemet ugye az elejéről, akkor tényleg egy óra alatt simán a játék megvan. Úgyhogy ez gyakorlatilag azoknak tudnám esetleg ajánlani, mert most már tényleg az azt szerintem így, hogy azért itt a végén majd mindig megpróbálom ajánlani valakiknek a játékot, legalábbis akiknek lehet egyáltalán olyan játékkal játszok, ami vállalható és ajánlható. Hát azért ez is ajánlható, de mondjuk, nem tudom, azoknak, akik úgy érzik, hogy még nem játszottak elég rossz játékkal, kacsint, Dávid, ilyen hiánypótló gyakorlatilag a szarjáték gyűjtőknek, megint csak rád gondoltam, Dávid. Meg hát én magam is beszereztem a játékot, úgyhogy mert úgy voltam vele, hogy igazából az Airborne Hero-n többször föl tudtam húzni magamat. Azt annyira nem élveztem, és igazából kíváncsi voltam rá, amikor először láttam erről a játékról képeket és videókat, hogy ez milyen, és mondtam, hogy hát ez ugye tiszta Airborne Hero, akkor láttam egy-két hülyeséget benne, és kíváncsi voltam rá, hogy mit tud. Hát azért nem vagyok hanyattesve tényleg, tehát nem annyira hihetetlenül nagyon-nagyon jó, mert nem arra kell gondolni, viszont tűrhető volt, és azt hiszem, hogy a képeken is látszott, hogy jobb volt, mint az Airborne Hero. Köszönöm szépen, hogy a mai alkalommal velem tartottatok, és innentől kezdve, tehát minden hétfő este 7-től itt a Játékosok Podcast Twitch csatornáján láthattok majd végjátszást. Hát a tervek szerint megvan már a következő, hogy mi lesz, és hála az égnek, azt kell, hogy mondjam,
hogy itt a kezdeti megrázkódtatások után majd egy kicsit jobb vizekre elvezünk, és egy autós játék fog majd következni, méghozzá a 2004-es Hot Wheels Stunt Track Challenge, úgyhogy ez várható a következőkben, és ez egy érdekes és szórakoztató játék lesz, úgyhogy majd a jövő héten mindenképpen tartsatok velem. Hát akik pedig utólag x héttel később nézik a videót YouTube-on, azoknak meg tök mindegy, mert valószínűleg ott van a lejátszási listában a következő, úgyhogy csak rá kell kattintanatok. Tartsatok velünk majd a hét további részében is, hiszen majd főleg ugye a hétvége folyamán jönnek a szokásos programok, a közös játék, ugye az évjátékos sorozatot folytatjuk, podcast, éjjeli baglyok, Dávid vasárnapi agyhalája, Márióval is szolgálunk, úgyhogy tartsatok velünk, Facebookunkat is esetleg nézzétek, hiszen azon is, akik esetleg a videójátékzenék szerelmesei, van napi zene rovatunk ott, úgyhogy minden napra jut egy érdekes videójátékzene, hallgassátok meg őket, és hát ott is természetesen igyekszünk majd minél több információt megosztani veletek, ahol csak tudunk. Jövő héten pedig akkor újra fejmódi végig játszások Reloaded. Már ennyi voltam. A viszlát kívánok!